Minecraft, de Pokémon képességeim vannak. A célom az, hogy ezek segítségével ölje meg a sárkányt, viszont ha meghalok, a videónak vége. Úgy néz ki, hogy az első nyertes Pikachu lesz. Jóban be is töltöttem Pikachu-nak a képességeit. Mint látjátok, kevesebb szívem van, viszont egy picit gyorsabb vagyok. Illetve, hogyha megütnek engem, akkor van rá esély, hogy szanolom az összes enemit körülöttem. Szerintem így early game-ben ez egész hasznos. Jól van, most már csak egy kis fát kellene szerezni. Viszünk egy kis követ is. Viszont itt van egy barlang. Hát benézhetünk, hát ha találunk valami hasznosat. Még eléggé korai ez a map, szóval lehetséges, hogy nem spawnol be ide semmi. És úgy néz ki, hogy szabadon tudunk bányászni. Jól van, lett egy pár szenünk. Itt láttam valahol bárányokat, azokat is tök jó lenne gyorsan lekaszabolni. Meg is vannak. Amúgy nagyon szép ez a hely, kár, hogy nem egy survival mapen vagyunk. Aztán meg van itt egy szép folyó is. Wow, ilyen magasan voltunk idáig. Hát nem tudom, mennyire tudjuk használt venni Pikachu-nak a képességeinek. Már 5 perc elmúlt és nem igazán tört ideig semmi. Viszont én megállok sütni egy kis húsit. Jó, meg is volnánk. Addig vágtam jó pár fát, hogy ebből ne legyen probléma. Ó, egy pillager outpost. Hát ezt csak meg kellene már nézni. Jaj, csak ne támadjanak meg, miközben felmászom. Aha, itt van búza. De nincsenek ellenfelek. Aha, ott vannak, csak ott van egy falu is amúgy. Az hamarabb elvitte a figyelmemet. Jól van, wow, mennyi cucc. Van itt egy kürt is. Jó, és szerintem elviszem a búzákat is. Jaj, remélem nem követnek. Ez jó, hogy még ki akarom szedni. Aha, hát ha nem találnak el, viszont szerintem ennyi elég is lesz. Oké, le is ért 10 perc. Következő Pokémon képesség, hát a Pikachu-t annyira nem tudtuk kihasználni. Fletchling lesz, na az mégis micsoda. Oké, hát be is töltöttem Fletchlingnek a képességeit. Fogalmam nincs, hogy ki ez a Pokémon, viszont ezek a valamiben mindig követnek engem. Van egy CD, amit kaptam mellé, aha. Jó, what? Várjátok egy kicsit. Mi a franc? Inkább elúszok gyorsan. Azt a mekkorákat ugrunk? Miért követnék minket? Aha, ez sebez? Vajon az a baj, hogy simán átlő amúgy a védelmünkön, legalábbis a próbálnék csókolni. Na jó, ez így nem valami egyszerű. Aha, jó, nem ugrálok többet. Jó lenne aludni egy gyorsan, itt nincsen ágy. Itt sincs, mi van itt? Jó, itt már végre van. Oké, hát ez mindig itt van. Közben megnéztem Fletchlingnek a képességeit. Ez a kis CD jump boostot és slow falling effektet ad nekünk, tehát olyanok vagyunk, mint egy madár. 40-es szint felett gyorsabban bányászunk, viszont 0 szint alatt mining fatiget fogunk kapni. Aj, te meg hagyjál már minket békén. Így. Ó, kaptunk egy crossbow-t. Ezen kívül nem használhatunk ilyat. Ez nem tudom, hogy a crossbow-ra vonatkozik-e. Ez eltűnt. Jó, ez kár volt. Aha, erre is vigyázni kell, hogy ez a kezemben legyen, miközben zuhanok. Különben nem kapunk slow falling effektet. Oké, még gyorsan a vasgólemet. Easy. És itt más úgy látom nincs itt, viszont pár búzát még viszek. Kraftolunk egy vödröt. Azt, amilyen héztünk van, most nézem. Jó, annyira nem brutális, de viszonylag hasznos. Jó, van, most már csak egy kis vasra lenne szükségünk. És talán itt meg is lesz. Elméletileg így, könnyedén le tudunk jutni. Hát remélem valóban így lesz. Jó. Ajnem már viszont itt semmi vas nincsen. Fölöslegesen juttam le. És úgy néz ki, hogy igen. Na jó, ezt hogy kell használni? Megpróbálok föntebb ugrálni valahogy. Ajne, pont nem sikerült. Átpókemberkedünk. Oké, hát azt nem mondom, hogy a legügyesebben, de kijutottunk. Jó, csak óvatosan, nem akarok mining fatiget kapni. Itt már van lapis, és ott látok vasat is, meg aranyat is. Viszont itt már nincsen hésztünk sajnos. Az csak 40-es szint felett működik. Mindjárt átérünk minuszra. 2-es szinten vagyunk, ott van vas is, nem is kevés. Ó, mennyi creeper. Jól van, gyorsan kraftolok egy pajzsot, mivel az mindenféleképpen fog kelleni. Lássuk, hogy vajon tényleg megkapjuk-e azt a mining fatiget. Ja, megkaptuk instant. Jó, hát ez nem jó ír, mivel másfél percig még nem változtathatunk képességet. Így hát nem tudom, szétnézek mondjuk, megnézem ezeket a creeperöket közelről, megnézem van-e valahol gyémánt, aztán bízom benne, Kübinek valami hasznosabb képességet fogok kapni. Ó, még több vas, és átmentünk 5-ös szintre, ahol nincsen mining fatigünk, nagyon jó. Akkor ezt a pár vasat visszük is, itt is van egy kicsi. Ajaj, segíts nekem kiszedni ezt a vasat. Ez hova tűnt? És le is járt a 10 perc, jön a következő képesség, ami nem más, hogy átmegy Boldorra. Na az mégis micsoda. A legjobb bányászatra. Fortune-t ad nekünk, illetve erő egyet, viszont a hátrány az az pedig, hogy ha megsebződünk és fél HP-nk van, akkor felire csökken a védelmünk. Ja, illetve 15%-kal lassabbak is vagyunk. Jó, hát ez szerintem egy reális ár egy kis extra vasért. Közben, hogy összeszedtem 38 darab vasat, azt szerintem gyorsan ki is égetem, és készen is van a fullos vasszettünk. Jó lenne még talán egy kis gyémántot vagy aranyat, addig ameddig megvan ez a fortune-es bónuszunk. Oké. A gyémánt az már meg is van. 5 gyémántból. 5 gyémánt. Nem igazán akar ez működni. Egy dungeon.
méghozzá valószínűleg Skeleton, de még mielőtt megnéznék, hogy mi is van ott, maradt még egy percünk ebből a Pokémonból, szóval gyorsan szétnézek még egyet utoljára. Hát de úgy néz ki, hogy ez esélytelen. Már pörgetem is a következőt. Gible. Ó, és ő nagyon hasznos. Thorns 2-t ad az összes armorunkra, illetve plusz 2 damage-et. Viszont sajnos ilyet nem használhatunk. Na nézzük meg, hogy mi van ezekben a chestekben. Hát semmi izgalmas. Egy csarany, meg egy aranyalma. Jó, szerintem mit teszed elmenni ebből a barlangból? Na, vajon működik a Thorns 2? Miért nem működik? Ajaj, ebben még baj is lehet. Így, ezt összekomboztuk. Gyorsan úszunk ki innen. És most már nekem csak igazából egy lábafolyam kellene. Jó, hát kint is volnánk. Amúgy ideig nem vagyok annyira elragadtatva ettől a Pokémon képességtől. Se a Torz nem működik, illetve a Dimigem sem tűnik annyira erősnek. Arra vagyok kíváncsi, hogyha vajon a kezembe veszem ezt az íjat. Igen. Természetesen az eltűnik. Legalább az egyik része működik ennek a képességnek. Egyre szebb helyeken vagyunk, és itt van még egy falu, viszont lábafolyam nincsen sehol. Itt még gyorsan szétnézek, bár kenyeren kívül sok minden nem igazán fog kelleni. Ja, hát nem igazán volt itt semmi. Ó, ott viszont van egy lávató. Illetve ahogy látom, ott kandikál egy falu is. Hát nem igazán látok ott kovácsot, szóval szerintem inkább csak elmegyünk a lávatóhoz. Viszont előtte pörgetünk egy újabb Pokémon képességet. Oké, valami olyat, ami még nem volt. Törtvig! Ajne, a legrosszabb képesség, hogyha nedörbe akarunk menni. Van 10% esélyem kritelni, illetve hogyha kevés ápem, akkor megnő a sebzésem is. Viszont, hogyha meggyulladok, ami azért valljuk Barrendőrben elég valószínű, gyengeséget is hány ingert kapok, szóval óvatosan. Oké, gyorsan iderítjentem ezt a portált, és kész is. Természetesen sódor az miért is lenne nálam, szerencsére itt volt nem messze. Illetve előtte gyorsan craftolok pár gyémántutot is. Jó, menjünk át a Nedörbe, és most vigyázzunk a tűzzel, mivel nem igazán éri meg meggyújtani magunkat, most konkrétan egy bestion mellé spawnoltam. Várjátok már, amúgy ez nem is rossz. Ez egy dupla bestion. Csőm, vagy mi van itt? Ahogy ti ki tudtok jönni? Ó, várjatok már. Pont nem. Egy piglin farm. Már megint, wow, ti mennyit sebeztek azt a. Jó, csak óvatosan. Oké, hát megöltem jó párat. Remélem meghalt mind. Ezekben a chestekben pedig jó pár vas, illetve, oh, wow, mik ezek? Ajaj, ez miért ilyen erős, passzus? Na jó. Bekapcsolt az erő egy. Hát aranyat a sajnos nem nagyon találtam, szóval inkább továbbállok. Annyira mégsem szimpatikus ez a hely, mint ahogy először adnak tűnt. Oké, hát akkor nyomás keresünk egy fortress-t, a legjobb kor. Találtam egy ilyen erdőt, hát sajnos nem az, ami nekünk kellene. Viszont itt az ideje Pokémon képességet váltani. Boldor? Ajne, ő is a legjobb ide. Lassok lettünk, és a fél HP alatt vagyunk, akkor kevesebb a páncélunk. Viszont mivel ad egy kis fortune-t, lehet, hogy tökre megérni szedni egy kis aranyat. Ja, feltéve, hogy találunk. Ó, itt volt végig egy fortress? Jó, akkor szerintem robbanjunk is le. Itt talán biztonságosabbnak tűnik, ti meddig lebegtek. Jaj, gyűjtsünk blaze rodokat. Egy darab már van is. Hú, mennyi arany, meg van egy gyémánt is. Jó, itt mennyi van? Menekülőt fújunk. Meghalunk. Gyorsan készítek még egy pár kenyeret. Jó, közben pörgessük a következő Pokémont. Fleshling. Jó, akkor megint óvatosnak kell lennünk ezzel a CD-vel. Ah, jó. Persze, annyian vannak, hogy azon hihetetlen konkrétan. Wow, ez egy kajálás szimulátor. Aha, gyertek be nyugodtan. Na jó, veszek egy aranyalmát, ezt nem hiszem el. Talán így egyszerűbb ezt egy kicsit ritkítani rajtuk, mivel ez így lehetetlen konkrétan. Jó. Már van 6 darab blaze rodunk, és megvan a 8. Oké, okay, ennyi elég is volt. Sőt, tudjátok mit? Kapjátok be. Ugráljunk el szépen lassan. Ú, van kedvedek trénálni? Ezt figyeljétek. Na, mit szóltok? Tetszik mi? Oda be. Most már csak pár darab Enderszem fog kelleni. Hát nem hiszem, hogy ez adni fog annyit, de bízom benne egy olyan 4-6 darabot csak kapok belőle. Oké, ott látok is egy kis szemet, és ennyi. Hát remélem jó pár lesz. Azt mondja, hogy 4 darab. Hát nem egy nagy merítés, de kezdetnek nem rossz. Tök kümertem, hogy tök egyszerű közlekedni ezeken a fákon ezzel a képességgel. Hogy pont nem tudok belugrani a fákra. Viszont itt van egy ilyen Ward Forest, most eszem észre. Jól van, viszont nekünk Pokémon képességet kell cseréljünk. Lássuk, hogy mi a következő. Marad ugyanez. Na keresünk egy pár Enderszemet. Jó, és itt lesznek blézek is, hát ez csodálatos. Jó, ezzel a képességgel elég könnyen tudok itt közlekedni az Endermenek között. Nem, megkaptam a full damage-et. Ajaj.